Az elmúlt 5 évben a program elsősorban az úgynevezett kockázati ívóknak szólt, akik naponta vagy hetente többször fogyasztanak kisebb mennyiségű alkoholt, de a fogyasztásuk még nem kontrollvesztett. Azoknak, akik rendszeresen isznak, ez az egy hónap is változást hozhat a szemléletükben. Igen, alapvetően számíthat, hiszen akkor lehet, hogy rájön arra, hogy enélkül is van élet, és akkor nem csak egy hónap lesz ebből, hanem akár egy tartós szermentesség. De ez persze nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve soha az életében meg nem ijött egy fröccsöt, meg nem ijött mondjuk egy jó pohár, vagy egy jó korsó sört, hiszen ugye szociális ivónak lenni, az nem feltétlenül bűn, hiszen mondjuk az egyfajta mértékletes alkoholfogyasztásról szól, viszont az a baj, hogy a mértéket meg nem mindig tudjuk tartani, és az első pohár után jön a második, a harmadik, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És pontosan ez ennek az egész dolognak a veszélye, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás, az még azt megmerem kockáztatni, a normál szociális ivó kategória, abba olyan nagyon-nagyon-nagyon kivetni valót az ember nem talál. Idén sokkal nehezebb ezt az üzenetet eljuttatni az emberekhez, hiszen a szakemberek szerint a kialakult járványhelyzet egy állandó stresszes állapotot eredményez, és a szigorodó óvintézkedések és beszűkülő kikapcsolódási lehetőségek egyre nagyobb nyomás alatt tartanak mindenkit. Tulajdonképpen mi értelme van a száraz novembernek? Én azt gondolom, hogy idén semmi. Azért semmi, mert jelenleg egy olyan szituációban vagyunk benne, és mondanom se kell, hogy ez egyértelműen a koronavírus járványról szól, amikor ennél sokkal-sokkal fontosabb dolgok vannak. Nem beszélve arról, hogy pontosan ez a mostani járvány azért megerősítette és kicsit pozitív irányba járult hozzá az emberek alkoholfogyasztásához. Pontosan amiatt, mert az alkohol, mint feszültségoldó, a legjobb feszültségoldó szer, ami a piacon tulajdonképpen elérhető. Nem mindenki fog meditálni, nem mindenki fog tudni mondjuk úgy sporttal kikapcsolódni, és bizony nem kevesen feszültségoldás szempontjából, hogy az alkoholt fogják az életükben elővenni. Alkoholbetegségről akkor beszélünk, ha ez már az életünk részét képezi, és nem feltétlenül a mennyiség a meghatározója ennek, sokkal inkább a napi rendszeresség. Egy száraz november esetében, ha eszünkbe sem jut, hogy hetekig nem ittunk, semmi baj nincs, ha azonban néhány nap, esetleg egy-két hét elteltével már gondolunk arra, hogy hiányzik az alkohol, akkor érdemes végig gondolni magunkban, hogy ez miért is van így.